ez lesz az új ellenfél, akkor az új ellenfelet kell majd legyőzni. Vége van a hogy úgy mondjam, vaktöltényes edzésnek, jön az éles lövészet. Fővárosi közgyűlésben ott a trónok harca, meg a sárkányok háza lesz, tehát a cselszövések, intrikák, birodalma. Az lesz a kérdés, hogy például ez a DK-féle tömb az életet lehele magába, visszatudja magát tornászni Gyurcsány Ferenc, vagy itt vége a játéknak? Egyáltalán a Tiszapártból lesz-e valami, ezt még nagyon korai megmondani. Amit nem korai megmondani, hogy a harc az itt van, élesedik a harc, és benne vagyunk a harc kellős közepében. Üdvözlök mindenkit! Magyarország választott, önkormányzati és európai parlamenti választás volt a hétvégén. A Fidesz megnyerte mind a két választást, értékeljük az eredményeket, nézzük meg, hogy pontosan mi történt, mik a tanulságok, és mi várható mindezek folyamán, ugye 2026-ig. A két beszélgető partnerem Békés Márton, a 21. század intézetnek az igazgatója, és Géfodor Gábor, a 21. század intézetnek a stratégiai igazgatója. Sziasztok, szerintem vágjunk is bele. Ugye mindenki látta az adatokat, kicsit volt, aki szomorú, volt, aki boldog, tehát eléggé vegyes volt így az értékelés, hogyha mondjuk megnézzük a különféle véleményformálókat. Hogyha ellenzéki sajtót nézek, akkor mérsékelt Fidesz győzelemről beszélnek, tehát nem írják azt, hogy katasztrofális kudarc, de vannak olyanok, akik ilyeneket hát azért már majdnem meg kihirdették, hogy vesztett a Fidesz. Igen, tehát majdnem végrehajtották ezt a mutatványt. Aki nem látta az eredményeket, egy 44-45% körüli Fidesz szereplésről van szó. Én megnéztem egyébként a 2014-es választási eredményt, ott 43% volt a belföldi szavazataránya a Fidesznek, a baloldali összefogás az 27% volt, a Jobbik 16 és volt egy 5%-os LMP. Kicsit ehhez hasonlítanám a helyzetet, nem tudom, ti hogy látjátok. Hát nézegettem korábbi történelmi eredményeket is, az én pátriámba, Vas megyébe mindig is a keresztény, úgynevezett keresztény pártok, de még a dualizmus idején is a katolikus néppárt volt erős, aztán utána volt, hogy FKGP, volt KDNP, és hát most Vas megye megint hozta a fideszes, jól ismert fideszes eredményeket, akár településenként több mint 60%-os Fidesz eredményt, és aztán Szegeden meg megint más volt, és a vármegyei listákat is, persze Budapestet, kerületeket is jól össze lehet vetni. Ezzel azt akarom mondani, hogy vannak történelmi mintázatok, és ilyen történelmi mintázat, ilyen kiélezett helyzetben, hát szinte ez egy országgyűlési választás szimulációja volt, hát valljuk be, az önkormányzati választáson is, az EP választáson is, hát a korábbiaknál sokkal magasabb arány alakult, ugye 58%-os, volt olyan EP választás, hogy 28%-os volt a részvétel, itt meg 58, mindenki úgy kezelte, hogy ez egy szimulálása az országgyűlési eredményeknek, bár persze nem módosítja közjogilag semmilyen formában a regnáló parlamentet, és nyilvánvalóan a kormányt sem, de azért erőfelmérőnek, sokszor beszéltünk erre, tekintette mindenki, és ebből a szempontból, hát a nézőpont csinált egy modellezést is, hogy hát ez bőven kétharmados, kényelmes kétharmados többség lenne, ha ez országgyűlési választás lenne. Ehhez képest persze önkormányzati választás volt, lehet elemezni az adatokat, van is szerintem tanulság. EP választás is volt, ahol a Fidesz soha nem látott mértékben 2 milliónál több szavazót vitt el, eddigi legjobb EP eredménye 1,8 millió fő volt, tehát 200 ezerrel még arra rá tudott emelni, de ez a legrosszabb 2004-es EP eredményéhez képest 3%-pontos rontás volt. Én azt javasolnám, hogy átadva a szót Gábornak, hogy a kontextusból induljunk ki. Mikor került sor erre a választásra? Milyen befolyásolási kísérletek voltak? Mi történt az ellenzéki oldalon? És hogy vége van a hogy úgy mondjam, vaktöltényes edzésnek, jön az éles lövészet. A félidei kettős választás másnapján ránk virradt a 2026-os országgyűlési választás kampányának kezdete.
Én meg azt javaslom, hogy rögzítsük a tényeket, tehát egy, győzött a Fidesz. Tehát, hogy ha valaki csak a baloldali lapokat olvasa, nehogy zavarba kerüljön a lelki világa, tehát győzött a Fidesz, láttuk a térképeket, vármegyék, narancssárgák, az EP listán 45% közeli eredményt tudott nyújtani a Fidesz, ezt megpróbálják úgy eladni, mintha kudarcos teljesítmény lenne. Gondoljunk bele európai összevetésben, mit jelent ez? Több, mint a több képviselő, mint az összes többi együttvéve. Második, hogy egy új párt, tehát nulláról 3 hónap alatt egy nagy nyilvánosság előtt elkövetett lincselést végzett a baloldalon. Tulajdonképpen mindenki megsemmisült. Ugye, több mint 3-szor annyi szavazatot szerzett, mint a félelmetes hírű Gyurcsány. És tulajdonképpen ők maradtak, mármint az új kihívó meg a Gyurcsány a baloldalon. A harmadik megállapításom pedig az, hogy nyilván egy új helyzet lesz, ha 2026 felől nézzük ezeket a dolgokat. És azt tudnám mondani, amit valami hasonlót mondott a miniszterelnök úr a éjfél körüli beszédében, hogy hát ez lesz az új ellenfél, akkor az új ellenfelet kell majd legyőzni. De addig még nagyon sok mindennek végbe kell mennie, tehát rengeteg feladat tornyosul a Tisza párt előtt, mint elvégzendő feladat, például ott van közvetlenül Gyurcsány, hogy le kell valamit tenni, és szerintem lesz egy nagy csapda helyzet, hogy vagy le kell győzni Gyurcsányt, vagy össze kell fogni vele. És én azt mondanám, hogy B. Tehát a B lesz, és akkor rögtön számos olyan probléma keletkezik, ami az identitás magját roppantja össze ennek az új kezdeményezésnek. De kétségtelenül hosszú idő után ez volt a legizgalmasabb választás, meglepő eredményekkel, és még, ha egy negyedik állítást lehet mondani, azért még nyitott kérdés Budapest. Tehát ott egy nagyon szoros történet van, szinte ördög hajszányi a különbség a két mérkőző fél között, és még nem tudjuk, hogy az újraszámolás mit fog eredményezni. Tehát azt gondolom, hogy nagyjából ebben a 4 dimenzióban érdemes szemlélni a történetet. Én is Budapestre gondoltam, tehát Budapestet gondoltam így folytatásként, mert ugye utaltál rá, hogy az majd a Tisza pártnak és Magyar Péternek is a működését meg fogja határozni, mert hogy a nézők is értsék, arról van szó, hogy 10 mandátumot, 10 képviselőt tud küldeni a Tisza párt a fővárosi közgyűlésbe, és nagyjából olyan helyzet alakult ki, hogy hát se a DK-féle balos tömb, se a Fidesz, se ez a Magyar Péter féle tömb nem fog tudni irányítani a közgyűlésben, tehát valahogy koalíciót kell kötni, hogy együtt kell működni, tehát vagy azon, hogy a Fidesz működik együtt Magyar Péterrel, vagy Magyar Péter működik együtt a DK-val, nagyjából most kizárható az egész. A fővárosi közgyűlésben ott a trónokharca, meg a sárkányok háza lesz, tehát a cselszövések, intrikák, birodalma, és mivel nem tudunk semmit például a Tisza frakcióról, tehát nagyjából tudjuk, hogy kik lehetnek a nevek, de nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek, mi a motivumrendszerük. Azért ne feledjük el azt a lehetőséget, hogy szét lehet szedni frakciókat. Meg lehet vásárolni őket. Hát ugye, de azt mondom, cselszövés, intrikák, beindul a politikai nagyüzem, tehát egy érdekes kísérleti terepe lesz a politikai mahinációknak szerintem a fővárosi közülés, és mindegy, ki lesz a főpolgármester, ez egy nagyon nehéz helyzetbe kerül. Hogy időről időre többséget kell maga mögé állítani. Amennyiben Karácsony Gergely, és úgy alakul az esetleges újraszámolás, meg annak a végeredménye, akkor neki valószínűleg nehezebb lesz ezt a többséget összehozni, akkor nekem filmcímekkel szólva inkább a texasi láncfűrészes mészárlás jut eszembe, mert akkor egyszerűen egy olyan harakiri, egy politikai kormányozhatatlanság indul be, hogy a fővárosban politikát csinálni nem lehet majd, és a kerületekbe fog visszahúzódni az élet, mert a főváros egy klasszik, már a fővárosi közgyűlés szintjén egy klasszikus kormányozhatatlan helyzetet idéz elő, tehát olyan lesz Budapest fővárosi közgyűlése, mint Belgium. Vannak a flamandok, vannak a hollandok, van egy kis német képviselet, és az egészet keresztbe metszi, hogy ki konzervatív, ki liberális, ki urbánus, ki népi, tehát ebből normális budapesti működés nem lesz. A Vitézi Dávidnek a készsége, képessége, konszenzus, orientáltsága, meg az, hogy nem Gyurcsány Ferencnek kötelezettje, ez mondjuk nem utolsó. Ő más, ő esetleg tud majd ott többséget gründolni maga mögé, ezek persze ad-hoc koalíciók lesznek, hát a Vitézi lista 3 helyjel bír, és ha ő a főpolgármester, akkor ugye ott van egy negyedik ez hely. Ez egy komoly eredmény, meg egy nagy siker a Vitézinek. Hát nagy siker, nagy tehát siker. Végül is fej mellett igen. Állnak, és az LMP-nek is, most lesz fővárosi közgyűlésben 3 embere, eddig nem volt. És ne feledjük el, hogy 2019-ben
Karácsonynak bőven 50% fölött volt a támogatottsága, most meg jócskán 50 alatt. Nem egészen úgy megy a Karácsony szekér, ahogy ezt elgondolták, tehát ez tisztán látszik Budapesten. Én azért félek egy kormányozatlan vagy kormányozhatatlan Karácsony főpolgármestersége súlyosbított Budapesttől, tehát azért volt itt tarlós korszak 9 évig, előtte volt egy Demszki Grád 20 évig, most ha a tarlós korszakot 10 évig egy karácsonyféle, hát ahhoz tudom hasonlítani, hogy egy ilyen béna kacsa totyogása, akkor az nem fog jót tenni Magyarország fővárosának. Egy picit Budapestnél maradva, viszont azt látjuk, hogy amikor a budai körzetben volt átrendeződés, tehát ugye a Hegyvidék kapcsán a Kutyapártnak a győzelme szerintem meglepetésnek mondható. De a várat meg megnyerte a Fidesz. Igen, és pont ezt akkor viszont az ötödik kerületet nyert, megtartotta. Tehát egy kicsit egy ilyen olyan érzés van az embernek, hogy azért nagyon különböznek az egyes kerületek, és egyébként közel lévő kerületek is egymástól, és mintha egyéni személyi preferenciák meghatározták volna a különféle lépéseket, de önmagában így a Budapest egészét nézve azért az érezhető, hogy a korábban egyébként a baloldal számára fontos részek, külső kerületek, azok gyakorlatilag átmentek a Fideszhez, vagy a Fidesz ott tudott homoly pozíciókat szerezni. Kőbánya most is egyébként magabiztosan meglett a Fidesznek, míg ugye a baloldal egyébként korábban nem volt erős mondjuk a budai kerületekben, de például a másik kerületről az MSZP és Őrsi Gergely elsőprő fülényet ott nyerni. Hát aztán lehet, hogy ő ki fog lépni az MSZP-ből, ezt már belengedte. Budapest térképe nagyjából úgy változott meg, hogy Dél-Buda és Dél-Kelet Pest, tehát ez a Buda fogtól a Rákos vidékéig, az egy jobb oldali. Most az, hogy ezen belül van 4 fideszes, van 2 független, és hát ott van Csepel, ami egy külön világ, és aztán erre jön még rá valóban az egymással szemben lévő Duna menti első kerület, 5. kerület, tehát valahogy a jobb oldal az így a déli vidékre húzódott le, a Budapest északi részén pedig valóban elég nagy mozgások vannak, megtartottak polgármesteri helyeket, Őrsi Gergely tudott újrázni, aki hát azért a DK-MSZP világtól igyekszik, és Karácsony Gergelytől is igyekszik távolságot tartani, elég magas arányban is győzött, és akkor ott van a 12. kerület, ahol én azt gondolom, hogy személyi, szervezeti probléma lehetett inkább, most a hegyvidéki derékpolgárok kipróbálják a kutyapárti vezetést. Én 2 aszimmetriára hívnám fel a figyelmet, tehát mind a 2 a Tiszapárttal függ össze, hogy a Tiszapárt ledarált a régi baloldalt, mégis 2026-ig a parlamentben a régi baloldal pártjai ülnek bent, és az a kérdésem, kit fognak képviselni? Mert hogy a választók kimentek mögüle, az lenne a tisztességes megoldás, ha visszaadnák a mandátumukat. Hiszen nem képviselnek már senkit. Az MSZP, DK, Párbeszéd, Momentum együtt kapott 12%-ot. Ami vicc. A másik aszimmetria a fővárosban van, hogy listán a Tisza párt ugye 27-28%-ot kapott, 10 mandátumot jelent nekik, míg a kerületekben itt végigvettétek, hogy a hagyományos vagy a régi baloldal erős emberei szerezték meg a kerületeket. Tehát itt is van egy belső feszültség, amit majd végig kell küzdeni az elkövetkezendő időszakban. Tehát nem annyira egyértelmű az a kép, amit egyébként felrajzolnak a baloldali média munkásai, és róluk is azért beszéljünk egy kicsit, mert hogy a Tiszapártnak ez az áttörése, hogy 0-ról 30-ra 3 hónap alatt feljön, nem megy anélkül, hogy nem tesznek mögé politikai infrastruktúrát. Hát a baloldali média megépítette nekik a színpadot. Hát úgy viselkednek a baloldali sajtómunkások, mint a bértolnokok. Hát emlékeztek, hogy mi történt a HVG-ben, 3 munkatárs, azt hiszem 3 munkatárs. 3 értékes és a szerkesztőség szempontjából súlyponti munkatárs. Mert ugye aki nem lép be a sorba, az kilép a sorból. Tehát hogy azért itt meg kellene figyelni, hogy hogyan építették meg a politikai infrastruktúrát Magyar Péter mögé, kik építették meg, kik finanszírozták ezt a történetet, hogy vették rá a baloldali médiát egyébként, hogy egyöntetű erővel építsék meg a színházat. És ha a Fidesz mond valamit, akkor mindig vannak morális kifogások. Ha olvastátok meg, követtétek az elemzéseket, a Magyar Péter mond blödségeket, akkor azt mondják a derék baloldali bértolnokok, hogy nem kell ezzel foglalkozni, meg most nincsenek itt az ideje, meg milyen ügyes volt,
meg hogy mozgósított. Meg nem ez a lényeg. Meg nem ez a lényeg. Tehát nagyon érdekes, ahogy mögé tették a politikai infrastruktúrát. Azért senki ne gondolja, nem vagyunk gyerekek, hogy nulláról valaki 3 hónap alatt 30%-ot tud elérni egy garázsvállalkozásból, hobbiból. És itt gondolom az, hogy Gábornak nagyon igaza van, szerintem nem a nulláról indult. Tehát ugye ez Magyar Péternek a meta narratívája, önmagáról szőlt mese, hogy nulla pénzből, nulláról 12 vagy 19, hol ezt mondja, hol azt mondja, pártakkal sikerült ezt megcsinálni, de hogyha néztük a múlt szombati meghirdetett tüntetését, ami hát azért egy szerényebb siker volt, nem egészen úgy volt, ahogy ők akarták, akkor az Andrássy úton 3 hatalmas daru állt, és a darukra ki volt függesztve a profi hangszóró technika, hát nyilván több embert vártak, de én kíváncsi lennék, hogy mennyi egy ilyen darunak mondjuk a kölcsönzési összege, hogy nézett ki ez az országjárás, mik azok az elszámolási dokumentumok, ezek hogy néznek ki. Azt gondolom, hogy a sajtóban az előzetes pergőtűz, az már elindult a részben a baloldali pártok bizony ledarálásáért az ellenzéki oldalon, nagyjából egészében tavaly év végéről. A fészek az meg volt csinálva, csak már bele kellett ülni januárba, februárba, és hirtelen hogy nem megjelent Magyar Péter, hogy nem az Amerikai Egyesült Államok által finanszírozott Partizán TV. Vagy itt ül a Dani. Hát hétről hétre szórakoznak a megafonnal, hogy mennyit költ a közösségi médiában. Aztán jön egy ember, csak posztolgat, és akkor 30 000 lájkok vannak egy-egy poszt alatt. Megint gyereknek néznek minket, hogy van ez. Hát ez ugyanúgy a közösségi média használat megszervezése, ugyanúgy a politikai infrastruktúra része. Végig menedzselni egy országjárást, az megint csak politikai infrastruktúra. Nem úgy van, hogy kinézek egy panziót Kiskundorozsmán, lefoglalom Szerdára, hogy ennyi az országjárás. Hát ezt meg kell szervezni. Tehát az az érzésem, hogy ugyanaz a recept van, gyereknek vagyunk nézve, és itt most csodálkozunk, hogy a semmiből jött egy politikai zseni, aki futott 30%-ra. Egy komolyabb ügyről van szó, és érdemes arra, hogy megvizsgáljuk. És ez már elkezdődött a kegyelmi ügy kirobbantása előtt legalább hónapokkal, és aztán fel lett futtatva az egyébként nagyon sérülékeny, kontextusában is elemzendő félidei kettős választásokra. Ez az egész Magyar Péter jelenség egy tervnek a része, hogy kik és hogy szoktak ilyen terveket előállítani, azt meg azért tudjuk. Kicsit megmosolyogtatom, amikor ugye garázs vállalkozásról beszél meg, hogy nem tudom, 10-15-en csinálják az egészet, tehát aki ott látta ezt a szombati kampányzáró tiltakozást, szerintem egyértelműen látja, hogy ez hazugság, tehát ez nem így van. Picit még az eredményeknél maradva, szerintem egyébként a megyei jogú településekről érdemes még beszélnünk, mert ugye ott azt látjuk, hogy 4 település átment a Fideszhez, még jól emlékszem 3 átment az ellenzékhez, egy nagy Kanizsa, Győr, Szolnok esetében láttunk, hogy a Fidesztől ment át a baloldalhoz, és akkor ugye Eger, Miskolc, Baja és Salgótarján, amelyik fideszes lett. Ezekhez mit szóltok? És még azt is hozzátenném, hogy maradva még Magyar Péternél, hogy az viszont látszik, hogy a megyei jogú településeken azért nem szerepelt rosszul a Tisza párt. Hát se a megyei jogút, és szerintem ez, ami szerintem aggodalmára ad okot, vagy hát legalábbis elemzendő, az a megyei jogú városok, Budapest részben, Pest vármegye nagy részben, és aztán a 20 000 főnél nagyobb települések. Itt mindenütt az a mintázat van, hogy nem lehet teljes egészében kijelenteni, de nagyjából ez a nagy kép, hogy a Tisza párt 3 forrásból tudott táplálkozni, az összellenzéket, azt tulajdonképpen felezte, de van olyan, hogy harmada maradt csak a szavazóknak. Valószínűleg az egykori Jobbik szavazók megfeleződtek a Tisza párt és a Mi Hazánk között, hogy a Fidesztől vitte volna el, az nem jelenthető ki egyértelműen, lehet, hogy valamennyit igen, a Fidesz mozgósítása is sikeres volt, tehát a Fidesz be tudta hozni ennek ellenére bőven az ő válaszait, tehát 2 millióan szavaztak a Fideszre, ez azért nagy győzelem. És még az is lehet, hogy olyanokat, néhány 100 000-et biztosan be tudott hozni a Tisza párt, akik eddig vagy nem szavaztak, vagy mikropártokra szavaztak, tehát több részből jön ez össze, az biztos, hogy a választói karaktere szempontjából ez egy liberális
párt lesz, egy eurokrata liberális frakció, megyei jogú városokban pedig annyival árnyalnám, amit mondasz, hogy valóban Győr, Nagykanizsa, Szolnok elment. Nagykanizsán nem volt képviselő testületi többség a fideszes polgármester mögött. Nagykanizsán most megvan a többség is, meg a polgármester is egy irányba, Győrben, Szolnokon nem. Viszont az a négy város, amit megyei jogú, amit elhódított a Fidesz, ez még egyszer Baja, Eger, Miskolc és Salgótarján, itt mind megvan a képviselői testületi többség is, és hát érdekes, hogy három észak-kelet-magyarországi város. Én összeolvasva ezt részben ezzel a dél-budapesti környezettel, ezekkel a városokkal, néhány más kisebb helyszínnel, én azt, és a budapesti változásokkal is, én azt gondolom, a Fidesznek a szavazó bázisából az a hajdani polgári réteg, az természetesen ott van és maradt, de kezdődik egy más irányú mozgás, ahol inkább az alsó középosztály szavaz a Fideszre. Ez szerintem nemzeti konszenzusépítési szempontból ez egy jó kiinduló pont, és nagyon fontos történelmi feladatot ró a kormányzó pártra. Van még egy szintje ennek a történetnek, ami nem lefelé van, hanem kifelé, felfelé, tehát az európai dimenzió. Mert ugye az egész Fidesz kampány a békeháború kérdéséről szólt, és arról, hogy változást kell elérni Brüsszelben. És az Európában meglepő eredményeket láttunk politikai következményekkel. Franciaország, ugye, Belgium. Nemzetgyűlés feloszlatása. Még Belgiumban is a konzervatívak vagy jobboldaliak győztek, ami a liberális miniszterelnök lemondásához vezet. Spanyolországban a konzervatívok győztek. Németországban AfD felfutása, Ausztriában a Szabadságpárt. Olaszországban Meloni megerősítette a többségét. Tehát, hogy az a történet, amit a Fidesz elmondott nekünk a kampányban, hogy a békeháború kérdése Európa legfontosabb kérdése, és átrendeződés várható Európában, ez bekövetkezett politikai következményekkel. És ez ebben a történetben, amikor hajlamosak vagyunk most csak arról beszélni, hogy na most hol tart a Tisza párt, meg ki az a Magyar Péter, hát ott van egy olyan dimenzió, ami megerősíti a Fidesz igazságát, és értelmessé teszi a politikai célokért való küzdelmet. Az európai dimenzió, a lehetőség van olyan együttműködések keresésére, ami megerősíti azt a tömböt, ami hát eddig mondjuk enyhén szólva elnyomott kisebbséget alkotott. Ezek szerintem fajsúlyos változások, amik Európában történnek. Szkeptikus vagyok, tehát biztos vagyok benne, hogy a technikai kérdések megpróbálják alányomni azt, hogy mi történt Európában, tehát lenyomni ezt a jobboldali előretörést, de azért mégiscsak az a helyzet, hogy talán jobban és nagyobb hanggal lehet beszélni azokról a kérdésekről, amelyek előttünk állnak. És ebben mi nem sormintát követtünk, tehát a magyar választások nem ebbe illeszkedtek bele, hanem lehet azt mondani, hogy mi kezdtük a sormintát. Tehát hány éve mondja Orbán Viktor, miről van szó, mivel kellene Európának foglalkoznia, vissza kell venni a szuverén döntés képességét Európának, hogy kezelje a migrációt, a háborút, és így tovább. És most úgy tűnik, hogy a dominó elindult. Azért, amikor értékeljük a vasárnapi eredményeket, ne tekintsünk el ettől sem. Nem csak az a kérdés, hogy mondjuk Szolnokon mi történt, hanem az is kérdés, mondjuk mi történik Párizsban, mi történik Brüsszelben. Például itt van Belgium, lehet, hogy szét fog esni. Tehát egy olyan történet bontakozik ki európai kitekintésben is, ami Magyarország mozgásterét befolyásolni fogja. És tegyük hozzá, hogy Magyarország látja el az uniós soros elnökségét az év második felében, tehát heteken belül. Azt is meg akarták akadályozni. Akarták akadályozni, és az összes tagállami vezető Magyarországra fog látogatni, és ebben az időszakban dől el az, hogy most például az Európai Parlamentben milyen pártcsaládok lesznek, ki kivel fog össze, ki hova lép be. Mondjuk én ebben a pártcsalád mahinációban nem hiszek. Ezt pont akartam, hogy igazából teljesen mindegy ebből a szempontból. De viszont abból azt mondom, hogy nem mindegy, hogy például az Európai Bizottságnak ki lesz a vezetője, milyen összetételű lesz, tehát ezek a szempontok viszont azért látszódnak, hogy ezek fontosak lesznek most itt az elkövetkezendő fél évben, tehát európai témák azok be fognak jönni most itt az év második felében. Ugye erre utaltam az elején, hogy van egy kontextus, tehát van a hazai kontextus, ami az, hogy fél idejében van a kormányzás, ez nem feltétlenül a legjobb helyzet mondjuk egy szimulált újra választásra, bár ha szimulálnánk, akkor ugye meg lenne a többsége a Fidesznek.
Van azért ennek egy gazdasági dimenziója, van ennek egy hangulati dimenziója, van belpolitikai dimenziója, de valóban itt a külpolitikai dimenzió, amit egyértelműen Európában is, és úgy nagyjából egészében a világban is, a háború, vagy annak eszkalációja ural, és hát valóban sorra dőlnek meg, vagy inognak meg az európai kormányok. Hát azért az, hogy az FPÖ, ellenzéki FPÖ 25% fölött teljesít, hogy 32%-ot szerez, majdnem egyharmadot szerez a nemzeti tömörülés Franciaországban, és még akkor ott van az Zemmournak a pártja, hogy az AfD 16%, és emellett Németországban voltak helyhatósági választások, ahol nagyon jól szerepelt az AfD, volt, hogy keleti felén az országnak megduplázta az addigi képviselőtestületi helyeit, jól szerepeltek az olasz kormánypártok, ezen belül is Giorgia Meloninak a pártja, és a Vlaams Belang is egészen jól 14%-osan szerepelt, a Renew 22 helyet elvesztett, és az Identitás és Demokrácia úgy szerzett 9 helynél is, tehát plusz 9 helyet, hogy ehhez még az AfD-t nem számoljuk hozzá, mert hogy az AfD-t kirakták onnan, tehát ezzel csak utalnék arra, hogy vannak itt pozitív, és persze vannak negatív események is, az biztos, hogy Európa valamilyen mozgásba került, és ez a mozgás most inkább a jobb oldal felé megy. Utolsó 3 percben beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható 2026-ig, tehát hogy a mostani választásnak az eredménye, hát milyen következtetéseket hoz, milyen dolgokat, információkat kell végigvenni, melyeket kell végelemezni mondjuk 2026-ig, mi következik szerintetek ebből az eredményből? Én kicsit azt látom, hogy az ugye a centrális erőtérről beszélnek a pártrendszer átalakulásáról, hogy most az lesz a kérdés, hogy például ez a DK-féle tömb az életet lehele magába, vissza tudja magát tornászni Gyurcsány Ferenc, vagy itt vége a játéknak? Hát én másképp tenném fel a kérdést, tehát én erre a vasárnapi eseményekre pedagógiai célból néznék, hogy mit tanít nekünk 2026-ra mindaz, ami történt. Ez szerintem azt tanítja, hogy ha ez lesz az ellenfél, akkor ezt kell legyőzni. Tehát, hogy egész egyszerűen nem lehet válogatni az étlapról, viszont alkalmazkodni kell az új feltételekhez. Szerintem a Fideszben mindig megvolt ez az alkalmazkodó képesség, meg a tanulságok levonásának a képessége, csak az lehet, hogy nem kedden vagy szerdán fog megtörténni, hanem idő kell hozzá, hogy ki fogja munkálni azokat a válaszokat, amelyek lehetővé fogják tenni neki, hogy 2026-ban is sikerrel fusson neki ennek a történetnek. Ezeket a kérdéseket, hogy most a Gyurcsány magához tér-e, vagy nem, én inkább részproblémának, vagy technikai kérdésnek tekintem. Az a kérdés, hogy milyen választ fog adni a Fidesz azokra a kihívásokra, amiket megfogalmazott a vasárnap. A Fidesz egy nagy történelmi kormányzó párt, rokona a Tisza Kálmánénak, Bethlen Istvánénak. Egy ilyen nagy hajó választási eredmény mellett, vagy éppen annak ellenére se egyik napról a másikra fordul. 2 millió szavazó ment most el a Fideszre szavazni, a 2 évvel ezelőtt ugye 3 millió 60 ezer volt kellő, és tudjuk, hogy a mozgósítás és a részvételi szándék egészen más az EP és a országgyűlési esetében, ez egy jó eredménynek számít. A Fidesz-KDNP-nél én azt gondolom, hogy a nemzeti ügyek képviselete, és az a fajta plebejus, népközeli, ha tetszik, nemzeti populista és nemzeti demokrata irányzat, ami például a békemenet sikerét is, felhajtó erejét is adta, és aztán ez biztosította az EP választáson elért győzelmet, azoknak a sokszorosítása, megerősítésén én azt gondolom, hogy az lehet az az út, hogy aztán a másik oldalon ebbe a kiszorítósdiba mi van, és hogy ki lesz a második legkisebb, a negyedik legnagyobb, az azt hiszem, hogy ebből, tehát ebből a történelmi horizontból meg teljesen mindegy, és lényegtelen, hogy most ki fog össze Gyurcsány Ferenccel, és ki nem, és mekkora lesz Gyurcsány Ferenc, kispártá válik-e, egyáltalán a Tisza pártból lesz-e valami, ezt még nagyon korai megmondani, amit nem korai megmondani, hogy a harc az itt van, élesedik a harc, és benne vagyunk a harc kellős közepében. Köszönöm nektek ezt a gyors értékelést, vagy elsőkörös értékelést a választás kapcsán. Szerintem még azért fogjuk az intézet keretében különféle számokat, vagy számokat vizsgáló elemzésekben ezt még körbejárni, és hát az elkövetkező hetekben, hónapokban foglalkozunk még azért ezzel a választással. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük. És köszönöm a nézőknek is a figyelmet. Ez volt a 21. század intézetnek a Mozgásban című műsora. Minden hónapban jelentkezünk ilyen adással.